Ószabadsághadd nézzünk szemedbe címmel nyílt jubileumi kiállítás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. és Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóján a Szekszárdi Művészetek Házában. Nagyon fontos, hogy évről évre visszatérjenek ezek az ünnepek. Ugye itt van 1848, itt van 1956. Sajnos a gyerekeink korosztályában már kezd elhalványulni ezeknek az értéke, a fontossága. Ezek rendkívül fontos dolgok, hogy megmaradjanak, évszázadokon keresztül fönnmaradjanak, és így egy ilyen kiállításnak fantasztikus jelentősége van. Egyszerűen csak azzal, hogy itt van, erről szól ez a címe, ez mind ahhoz tartozik, hogy próbáljuk ezeket az értékeket megtartani, megőrizni. A 48 alkotó által készített műveken a szabadság jelenik meg, amely Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye volt, ami a modern nemzeti identitás egyik alapkövévé is vált, mivel egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. Baki Péter, Munkácsy Mihály díjas festőművész, a kiállítás kurátora, úgy látja, fontosak ezek az események, hiszen így tudjuk a magyarság értékeit továbbadni generációkon keresztül. Hát realista, ugye ez Bemapó és Petőfi találkozásáról szól, mert hát köztudott, hogy nagyon közel álltak egymáshoz, hogy hát engem ez régebben is foglalkoztat, meg általában foglalkoztatnak a figurális dolgok, az emberi kapcsolatok, és ezt több módon is feldolgoztam, ez az egyik variációja ennek a témának. Bem és Petőfi Sándor a magyar szabadságharc két hősének különleges kapcsolatát kevesen ismerik. Bem József erdélyi tevékenységét hűséges követője Petőfi Sándor versei és beszámolói nyomán általában a legnagyobb elismeréssel szokták emlegetni. Ennek szeretett volna most emléket állítani Baki Péter festőművész ezen a jeles eseményen, ahol egy festményen ábrázolja a két hősi alakot. A kiállítás célja az volt, hogy a mottónak megfelelően bemutassák a szabadságot, hogy új érzelmi húrokat pengessenek, új lehetőséget mutassanak a szabadság értelmezését illetően. A megnyitón közreműködött Lozsányi Tamás orgonaművész. A kiállítás november 5-éig tekinthető meg hétfő és vasárnap kivételével naponta, délelőtt 10 és kora este 5 óra között.